Vendégem Rigó Ági és Pusztai Olivier, divat bloggerek. Sziasztok, köszöntelek titeket a műsorban. Hello. És igen, azt mondom. Oh, igen. A divat, akikről fogunk beszélgetni. Ági, téged kérdeznek elsősorban, nő ki az elsőség, ugye? Milyen? Ez témánál is vagyunk. Melyik az a ruhadarab, amiben a hölgyek leginkább szoktak bakikat elkövetni? Hát most illetve, ahogy... mi az, ami bakinak számít? Igazság szerint most, hogy kisütött a nap, látom azt, hogy sokan még mindig nem barátkoztak meg ezzel a gondolattal, hogy a cicanaci az csak a nevében naci, mert egyébként pedig nem alkalmas arra, hogy nadrágként hordjuk. Átlátszó is, meg hát egyáltalán, szóval harisnyában sem indulunk el, ne induljunk el cicanadrágban sem. Olivier, fiúk, cicanadrág? Hála Istennek, azért ilyennel nem találkoztam. Fiúknál a tavasz, hogyha a tavasz veszük figyelembe, ott inkább a pólókra kéne odafigyelni, ugye ez már inkább egy picit szépségápolás. Ugye azzal, hogy most már ledobtuk a pulóvert, ledobtuk a kabátot, főleg aki felső testen kifejezetten szőrös, azoknak ajánlom, hogy egy picit vágjuk körbe a mellkas szőrzetet, illetve a hátunkon a szőrt, mert az nagyon-nagyon csúnya, amikor dupla pólót hordunk, és ebből az egyik a szőrpóló. Uh-huh. Úgyhogy azt ugye annyira nem. Fiúknál főleg a másik ilyen baki az a nadrág, zokni és a cipő kombináció. Ez egy tökéletes példa, azt hiszem, tehát ilyet soha nem csinálunk. Pont mikor egyébként ugye kiderült, hogy ti érkeztek és a divatbakik kapcsán, kicsit utána néztem a történetnek és olvastam egy olyan jó kis mondást, hogy nincs olyan, hogy rossz ruha, csak olyan van, hogy rossz szett. Ezt mit gondoltok? Abszolút egyetértünk. Tényleg így van. Tulajdonképpen bármit lehet hordani bármivel, hogyha valaki tudja viselni, ha tudja megfelelő dolgokkal párosítani, akkor ezzel semmi probléma nincs. Nagyon sokszor láthatjuk itt a háttérben ezt a szandál zoknit. Ennek nem is tudom az eredetét hova kéne visszamenni, hogyha ezt megpróbálnak. Ez valaha divat volt, vagy csak a kényelmesebb emberek érezték úgy, hogy ez menő? Hát nem tudom, férfiak esetében szerintem a kényelem az, amire azt gondolják a férfiak, hogy oké, akkor vegyünk fel szandált mondjuk zoknival. Nyilván, mert hogy nyáron izzad az embernek a lába, csúszik, hogyha csúszik a lábad a szandálban, hogyha mondjuk egy nem egy bőrfelületű a szandálnak a belseje. Ne, szerintem nagyon-nagyon jó titokzoknikat lehet kapni, gondolkozzunk cipőben, főleg, hogy most már titokzokniknak a belsejét azt szilikonpánttal szokták még pluszban bevarni, nagyon jól tud illeszkedni a lábra, nem csúszik le, szerintem inkább használjuk azt. Ha pedig szandált hordunk, akkor még ne vegyünk fel zoknit. Tök érdekes, hogy mondtad, hogy szandált hordunk, és akkor térjünk át egy kicsit a lányokra, hogy náluk ez a szandál zokni, én még nem találkoztam olyan lányjal, akin lenne ilyen. Te mit gondolsz? Te láttál már ilyet? Igen, egyébként. Az még nagyobb gáz, szerintem. Figyelj, alapvetően szezonról vannak olyan divatházak, akik kísérleteznek ezzel, hogy a kifutón bemutatnak ilyen dolgokat. Legutóbb, nem is tudom, egy ilyen 3-4 évvel már próbálkozott ezzel. A kifutón tök jól néz ki, mert 2 méteres gazellatestű lányokat látunk, akiknek eleve iszonyatosan hosszú lába van, és nekik ez jól áll. Viszont alapvetően egy földi halandót azt így eléggé tud rövidíteni ez a történet. Tehát, hogyha már kitesszük a lábunkat, akkor nyilván mindenki szeretné, hogyha szép hosszú lábai lennének, és hogyha ezt egy zoknival még ketté vágja, akkor az nem segít. Az lehet-e gáz egyébként, hogy egymáshoz nem passzoló ruhadarabokat, tehát hogy egy inget, teszem azt, egy maszkónadrággal felveszünk, vagy ennek is van valamilyen jó átmenete, amit tudunk alkalmazni? Igen, elvileg van ugye, hogyha szokták párosítani az elegáns ruhát egy picit sportosabbal. Gondolok itt például mondjuk egy fehér póló egy nagyon-nagyon jól megválasztott zakóval, és mondjuk egy sorttal. Nyilván a susinaci a bőrmellénnyel az már egy kicsit erős. Én azt gondolom, hogy mindenki próbálja meg megnézni, hogy mi az, amit a stílusa elvisel és elbír. Nyilván ezzel lehet játszani. Én nagyon-nagyon ajánlom a tükröket. Tehát egy egész alapos tükör. Igen, mielőtt elindulunk, egy picit nézzünk bele a tükörbe, hogyha ezt úgy érezzük, hogy ez rendben van, és hogyha nem találunk rajta, vagy nem gondolkodunk el rajta, hogy ez egy picit gáz, akkor persze elindulhatunk. Ha úgy érezzük, hogy nem, akkor pedig váltsunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor a legjobb, hogyha ha basic termékekben, illetve basic darabokban gondolkodunk. Azért nagyon egyszerű, mert nem kell sokat matekozni és gondolkodni azon, hogy mit vegyünk föl, például, hogyha sietünk, vagy pedig ha késésben vagyunk, viszont nagyon-nagyon jól lehet kombinálni egy mindennel. A basic termékek pont ezért jók, mert nagyjából mindennel össze lehet kombinálni. Teszem azt például egy fehér póló.
csodálatosan lehet variálni zakóval, bőrkabáttal, ingel, vagy akár egyedül egymagában egy kék farmerrel. Ugye külön-külön mindegyikőtökkel már beszéltem arról, hogy a lányoknak és a fiúknak mi lesz a trend, illetve a divat tavasszal. Mi van a másik oldallal, amivel meg se próbálkozzunk, mert az egyáltalán nem divatos. Hogyha nagyon-nagyon a stílerekhez akarunk most szólni. Igen. Nekem például az állatminták jutottak eszembe. Igazából szezonról szezonra jönnek vissza, idén nem annyira erős ez a dolog, és szerintem nyugodtan kihagyhatjuk ebből a szezonból. Férfiak esetében nagyon nagy divat volt. Tessék? Szandázokni? Igen, a szandázokni az nem. Igen. Tavasszal is nyáron előszeretettel hordanak kalapot a fiúk, és azt nagyon-nagyon jól teszik. Itt arra kell figyelni, hogy a horgászkalap, tehát ez a vékony karimájú horgászkalapot, ezt hagyjuk is a szekrényben, sőt, ha tehetjük, akkor inkább dobjuk ki. Gondolkozunk inkább szalmakalapban. Ez a 40-es, 50-es évek divatja, ez újra visszajött. Ez nagyon-nagyon stíler, úgyhogy ezt nyugodtan lehet hordani. Ami már idén nem divat, és le lehet cserélni, az például a nagyon mély ülepes mackónadrág. Azt szerintem most már felejtsük el. Nagyon-nagyon jókat lehet találni egyébként a legnagyobb divatházaknak az üzleteiben. Szerintem arra cseréljük ki. Illetve ha még lehet még egyet mondani, az pedig a szandázok. A nyomatékosítás, igen? Nem, a fonott talpú cipő. Tehát ez a vászon cipő, aminek fonott a talpa. Szerintem ezt is felejtsük el. Inkább cseréljük le egy vagány mokaszínre, vagy pedig egy vitorlás cipőre, ez tökéletesen jó lesz. Hát ugye ezek voltak a gázad, de nyilvánvalóan, hogy éppen mi a divat, azt ti nátok is meg lehet nézni egészen pontosan, hol? Stíler.hu. Szuper. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.